kívánok! Gondoltam, hogy jó lenne egy olyan tutorial is, ahol így az egészet előről úgy, ahogy van. Indítsunk onnan, hogy van egy ilyen, hogy Startup and Navigation Tutorial, ez szintén benne van a nevedek a 25T-nek a mappájában. Nyomunk egy flight. Ami fontos, a 25T-nél, meg a sima 25-nél is eléggé hátra van tolva a kamera alapból. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha saját testembe tudnék lenézni. Ezt a jobb kontroll, jobb shift és plusz, illetve numpad csillaggal tudunk előre zoomolni, és a numpad perjellel elvenetleg hátra, így van. Tehát ez igazán nem zoomolni, mert ez nem a zoom, hanem ez, hogy hol legyen a fejünk közepe. Tehát gyakorlatilag, hogyha én most nyom a gombot, ugye ugyanúgy lefelé nézek, de előrébb tolom a kamerát. Ez azért jó, mert a 25-nek és a 25T-nek elég vastag ez a páncélja itt a fejünk fölött, amit mindjárt be is csukok, bal kontroll C-vel. És e fölött eléggé, tehát itt van egy ilyen páncél, ami megvédi a pilótát, és e fölött elég nehéz kilátni, hogyha mondjuk teljesen van hátra vagyunk csúszva az ülésben, úgymond. Tehát ha én itt hátra csúsztatom az ülést, akkor gyakorlatilag benne van a fejem ebben a pilóta fő, vagy a ülés támlában, tehát a fejtámlában benne van a alapból, nem tudom, hogy miért. Egyébként ezt be lehet állítani valahol a settingsben kint a játékban, vagy a játékon kívül, hogy hol legyen a default, tehát a közepe, úgymond. Numpad 5-tel, ha ez nem tetszik nekünk, numpad 5-tel lehet visszamenni oda, ahol eredetleg volt. Tehát ha véletlenül elnyomkodtuk nagyon, és nem tudjuk, hogy hogyan hozzuk vissza, ugyanúgy a jobb shift, jobb control, numpad 4, 8, ugye fölfelé, lefelé, jobbra, balra, a numpad 4, 6, 2 és 8, de közben nyomva kell tartani a numpad gombokkal együtt a jobb shift és a jobb control gombokat. Na, én ezt visszateszem középre. És ugye nyilván, hogyha egyéb, ha nincs például track HR-unk, vagy face track noir-unk, akkor érdemes bekötni valahol valamilyen olyan gombokra ezeket, ahol tudunk gyorsan nézelődni és hozzáférünk. Jó, tehát bal kontroll C-vel bezártam a pilóta fülke tetejét, és ha mind a két motort egyszer akarom indítani, akkor az a jobb shift és a home gomb. Elvileg nekem be van kötve a... Hát vagy nincs. Jó. Mindenesetre jobb alt és home-mal, illetve jobb kontroll és home-mal lehet egyesével indítani őket. De az U25T, illetve az U25 is sima, a T is meg a sima is tudja azt. Mind a kettőt egyszerre beindítjuk. Az a meg a jobb shift és home. Jobb shift és L billentyűvel be tudjuk kapcsolni az összes létező elektronikai rendszert. Nem túl bonyolult a modellezése ebből a szempontból a repülőnek, de hát ez csak egy ilyen Flaming Cliffs modul. És ahogy kap áramot, úgy azonnal indulnak a motorok is. Ha szeretnénk ezt a videót elhallgattatni, akkor az a jobb shift és az N billentyű, mint Norbert, jobb shift és N billentyű megnyomásával nagyon gyorsan és effektíven el lehet hallgattatni. Na, ez a jelző, ez a gombocska, itt ez a flapeket állítja, tehát a lapátokat, amit felszálláshoz érdemes középső állásba, vagy teljesen nyitott állapotba állítani, attól függően, hogy mennyire vagyunk éppen felpak mindenféle dolgokkal. Nekem most gyakorlatilag van két darab tanktartályom, ezért gyakorlatilag semmi más nem kell, csak... Érted, semmi más nem fogunk most vinni, mert navigálni fogunk meg ilyenek, ezért nem is kell nagyon felhúznom a flapeket. No, a sima L betű megnyomásával a világítást tudjuk bekapcsolni, mindenhol szépen rózsaszínen meg pirosan világít, éppen ahogy amilyen fényesikre.
Ez a belső világítás, éjszaka jó jön például. Oké. Ha a műszerekből akarunk tájékozódni, amit én nem nagyon szoktam, de ez az ADI, ugye ez a attitude, tehát hogy merre néz a repülő, milyen irányba repül föl, le, jobbra, balra. Ez a HSI, avagy heading indikátor, tehát az, hogy pontosan melyik a szélrózsa, melyik irányába megyünk. Ott egy óra bal fönn, ez a, hát mondhatni az RVR, de nem az RVR, az angoloknál vagy amerikaiaknál hívek RVR-nek, ez a, nem emlékszem a nevére, de ez a radar visszajelző, vagy besugárzás visszajelző. Na, ugye itt található az, hogy milyen fegyvereink vannak éppen. Most jelen pillanatban semmi nincs. Az a BNY, az meg az a fedélzeti gépágyú. Ez, ami 3500 körül áll, ez a motornak a fordulatszáma éppen. Ez pedig itt egész közel, ez a... ez mutatja, hogy mennyi bengánk van. Na. Jó, ami még esetleg fontos lehet, vagy ami még hasznos lehet, jobb kontroll és betű egyszer, az folyamatosan bekapcsolja, a folyamatos világítása állítja a helyzetjelzőinket. Másodszorra megnyomva pedig villogni kezd. És ugyanígy a jobb kontroll, vagy jobb alt és L betű, mint László, az meg bekapcsolja elvileg a taxi light-okat. Úgy is van, be is kapcsolt, ez a két nagy fény. És másodikra kicsit szűkebbre rakja. Az egyik ugye a taxi, a másik a landing light, és utána ki is kapcsolja. Ez most a taxi, landing. És ki is kapcsolja. Kapcsoljunk egy taxit. Ugye Z és Y gombok, vagy hát attól függ milyen billentyű, de X és Z gombokkal tudjuk a radart, vagy a pedálokat tekerni. Adjunk egy kis gázt. Az 1-es gomb megnyomására a hádunk átvált waypoint üzemmódba. A numpad plusz és mínusz gombokkal tudunk esetleg, hogyha olyan van. Közben előre kéne néznem. Ha olyan van, numpad plusz és mínusz gombokkal tudunk előre is, illetve plusz kakaót, illetve levenni kakaót róla. El is csattogunk szépen a felszálló pályához. A W gombbal tudunk fékezni. Fékcsikorgatva. Ó, milyen ködös idő van. Egy Antonov a háttérben. Arra nem emlékszem, hogy a alapból, de itt mondja is, hogy bal kontroll és nulla talán? Igen. A következő waypoint az a bal kontroll és nulla. Az előző waypointot meg nem tudom, hogy mivel állítjuk, de... Igen, tehát a navigációs módot az 1-essel tudjuk beállítani. Second waypoints. Érdekes. Ő azt mondja, hogy a... Nem, hogy a következő vagy az előző waypoint, hanem a, vagy következő vagy az előző
hogy hívják a waypointot magyarul, na? Ugye? Etap. Hanem, hogy a waypointok között váltogatást a control nullával, vagy a bal control nullával tehetjük meg. Jó. Azért egy egyes fokozatot fogok állítani a flapeknek. Itt mutatja egyébként, hogy a világító kis repülő, ami ott van. A világítós kis repülő mutatja, hogy mit csinál a képen, hogy milyen dolgaim vannak nyitva, illetve csukva. 1-0-1. Flug запрещаю. Ja igen, a flapeket az F betűvel. 1-0-1. Куда ищи? Flug по готовности. Отход по схеме на 300. Подавление 7-5-6-1-6. Tehát a flapeket az F betűvel tudjuk állítgatni. Fölle. A landingnek, tehát az, hogy landoláshoz való teljes flapek kinyitása az külön billentyű, amit vagy a Shift F, vagy az Alt F, nem emlékszem, az is egy Ctrl F. Jó. Fékeket bekapcsoljuk egy kicsit. Megvárjuk, amíg 8-10 ezer felé, 9 ezer felé megy a fordulatszám, fék kienged, maximum tolóerő. És nem fordítjuk arra a lábunkat pedálokkal, amerre nézünk, hanem előre nézünk akkor. A 300-nál már azért el lehet kezdeni bőven húzni fölfelé. Kerekeket fölhúzzuk, ott mutatja is, hogy éppen in progress, tehát hogy éppen húzza fölfelé a kerekeket. Jó. No, mit tudunk? Bal felső sarok, sebesség. Jobb felső sarok, magasság. Fönt a... Jó, kicsit kiegyenlítem az emelkedésemet. Fönt a csík az a pontos headingemet, vagy azt mutatja pontosan, hogy merre megyek. Tehát a 360 fokos indikátor. Az most éppen az körülbelül 75. 74. 74 irányba megyek. Egyszerre. Jó, kicsi karika, az ugye a waypointot mutatja középen, az mindjárt el fog ugrani a kettes felé, ott is van. El is fordulunk abba az irányba. 610 az nagyon sok. Sebességem 610, 470 az a szám fölötte, az annyival fog menni az autópilóta, hogyha bekapcsolom. A 610 alatt látunk egy ilyen ugráló háromszöget, ami azt mutatja, hogy éppen gyorsul vagy lassul a repülőnk. És hogy mennyire. Tehát ha ott marad éppen középen, vagy elől, az azt jelenti, hogy folyamatosan gyorsul, ha hátul marad, akkor folyamatosan lassul. No, középen a szám alul azt mutatja, hogy mennyire van a következő waypoint, jobb oldalt a szám az, hogy hanyas waypoint, tehát most a 2-3-as, 2-3-as, 2-3-as váltogatok közötte. A kis célkeresztem középen az, ami fix. Körülötte látszik, ahogy mozog egy ilyen, hát egy feje lefelé lévő T betű, aminek van két kis szára, az gyakorlatilag a repülőt jelzi, hogy a vízszinteshez képest mennyire dől be éppen a repülő. Alatta a vonal, a nullással, ami most éppen lefele megy. És most felfele megy. Oldalt a szám is mutatja jobb oldalt, hogy hány fokban
térek el attól, ami vízszintes. Most éppen 2 fokkal emelkedem. Ugye ez nem olyan, mint az AMCSI, hogy nem mutatja, hogy mínusz vagy plusz, ő csak azt mutatja, hogy hány fokkal tér el a nullától. Húsz fok, 25 fok, és elkezd pittyegni, mert már nem látszik. Illetve pontosabban szólva a kis indikátor oldalt az azt jelenti, hogy mennyivel csökken a magasságom, és a... nincsen egér, ja. A vízszintes HUD vonalát, ugye nullás vonalához képest, amennyire van a kis repülőcském, annyival emelkedek, vagy növelem a fokban a magasságomat. Megyünk tovább, 1,8, 6, 5, na mennyire, ja igen, azt mondta közben itt a okos úriember, hogy na mennyire tudsz lefelé menni, mennyire tudsz alacsonyan szállni, és hogy zoomoljunk ki a numpad minusszal, vagy csillaggal, teljesen, hogy jobban érezzük a sebességet. Hát nem tudom, én szerintem 660 km/h-nál azért eléggé érezhető a sebesség így is. De ha nagyon akarjuk érezni a sebességet, akkor nyugodtan menjünk le és így kicsit simogassuk meg a füvet. Ezt mindjárt meglátjuk, hogy mennyire lesz az jó. Közben elhagytam simán a 4-es waypointot, de ahogy látszik, növelem a távolságot a waypointtól. 5-ös, menjünk az 5-ösre. A kis karika mutatja egyébként itt a... Ups. A HSI-nál az a pici sárga tű mutatja, ami most kb. 200 irányba mutat, azt hiszem, hogy az. De ugye megnézzük. Nem, a dupla csík, az lesz az. Bocsánat. Mégis, hűha, erre nem emlékszem. És folyamatosan trémelünk természetesen, mert ahogy gyakorlatilag helyzetet változtat a szó, úgy rögtön trimálni is kell. Nincs minden orosz gépet rendesen. Adjunk neki egy kis kakaót. Emelkedjünk egy kicsit följebb. Alapvető dolog, hogy minél magasabban repül az ember, annál kevesebb benzint vagy benzint, szóval kerozint fogyaszt a repülő. Ez itt nekünk méterben mér, tehát mi most 4200-300 méteren vagyunk. Ugye orosz, tehát nem lábban mér meg ilyenekben, hanem méterben. Egész jó fölzoomol egyébként 4000 méterig. Olyan... Hú, azt nem tudom, hogy mennyi a maximum repülési magassága ennek.
De azt tudom, hogy nem kevés. Tehát nem ilyen 10 000, hanem az, hogy 15 000, 20 000-ig is fel tud menni. Mármint lábban. Méterben az 6 000 méter, 8 000 talán. És most ha elengedném, megint lefele. Így van. A pici sárga, jól emlékeztem. Tehát a pici sárga, ami most éppen fordul 240 irányba, most van 240-nél, az az, ami mutatja, hogy hol van a waypoint. Tudj, átfordult. Mehetünk a 7-es irányába. Tehát, hogyha szeretnénk megtudni, hogy éppen hol van a waypoint, akkor az a pici sárga. Az, ami mutatja. És azt is mutatja, ott mellette egyébként fönt, hogy mennyi kilométer, tehát ott 4 kilométerre vagyunk. Az a bal felső oldalán látszik a HSI-nek. Ez a HSI. Össze-vissza repülök közben, nem odafigyelek. Tehát a bal felső sarkában mutatja a HSI-nek, milyen távolságra vagyunk attól a waypointtól. A jobb felső sarkában pedig, hogy milyen irányba kéne mennünk elvileg, azt hiszem. Tehát ha én most 77 irányba fordulok, 77-es irányba, akkor az elvileg pont az orromba. Orrom felé, vagy orromra kéne, hogy mutasson. Ilyen nagyjából stimmel is. 6 kilométer, kis kakaót adunk neki. Most lehet neki adni, mert visszaképpen két iszonyat nagy tartályt, ami tele van kerozinnal, de normális esetben azt mondanám, hogy nem jó az, hogyha folyamatosan égetjük full gázon a dolgot, mert hát nem tart sokáig különben a benzin. Kerozin. Nem benzin, kerozin. Ott el is mentünk a következő mellett, mehet a következő 9-es waypoint. Itt egyébként ugyanígy, hogyha esetleg nem lenne HUD-unk éppen, akkor ugyanúgy lehet látni, ez például itt a magasságunkat mutatja. 5000. Ez ugyanúgy, hogyha nincs HUD, ott mutatja a dőlésszögét a repülőnek, illetve a... Persze, mert idióta vagyok, és össze-vissza nyomkodom a gombokat. Megrúgdosom a pedált. Tehát a radarnak, tehát a pedálnak a helyzetét mutatja, meg a szárnyak helyzetét. Jó, mi van még itt? Ez itten a magasság, a minimum magasság jelző. Látható, hogy 100-nál áll az a pöcök. Ez azt jelenti, hogy 100 méter alatt elkezd nekünk közé kiabálni, hogy nem jó, nem jó, nem jó, és hogy csináljunk valamit, mert le fogunk zuhanni. Természetesen ez csak akkor történik, hogyha mi túlságosan meredeken megyünk, és azt hiszi, hogy be fogunk csapódni. Ez a sebességindikátorunk kéne, hogy legyen, ha minden igaz. Igen, 620 és már rászkódik, úgyhogy vissza is veszek belőle. Magasan is vagyunk. Alapvetően ez a küldetés arra jó, vagy arra lenne jó, hogy gyakoroljuk az alacsonyan repülést. Hát én most ezt nem fogom csinálni, mert nem tudok egyszerre odafigyelni, hogy hova repülök, és mesélni hülyeségeket. Na, 4,6 kilométerre van abban az irányban. De szerintem nyugodtan át is mehetünk a 12-es waypointra. Ami ugye
bal kontroll és nulla gombokkal, vagy hát ugye kinek milyen billentyűzete van, de az egyes előtti. Sima billentyűzeten az egyes előtti. Nem emlékszem, hogy 14 vagy 18 waypoint volt, de mindjárt kiderül. Jó, mi az, amit kell még tudni? Igen, tehát az autópilótának a beállításai az ott látható. 2008 méter magasan menne, és 380-as sebességet tartana, hogyha bekapcsolnám. Ugye, hogy a waypoint követő, mert van olyan is, hogy háromfajta módja van az autópilótának. Az egyik, amikor szintbe repül, tehát tartja a magasságot, semmi más nem csinál, csak tartja a magasságot. Fogom és el tudom fordítani így, el tudom dönteni a repülőt jobbra vagy balra, és onnantól kezdve ő majd szépen... Aha, jó, hát akkor szóval oda kell fordulni, kicsit messzebb van. Majd arra is fordulunk. Tehát a lényeg az, hogy el tudom fordítani, ahogy el tudom dönteni a gépet úgy, hogy gyakorlatilag nem kell semmit sem csinálnom, és ő tartja azt az ívet. Tehát magasságot tartja, és ez neki mindegy, hogy ő egyenesen van a gép, amikor magasságot tart, vagy éppen be van döntve a gép, és akkor körbe-körbe megy, és azt a magasságot tartja. Megint trimmelünk, folyamatosan trimmelünk, mindig trimmelünk. A trimmet érdemes olyan helyre rakni, lehet, hogy már mondtam, de a trimmet érdemes olyan helyre rakni, ahol mindig elérjük. Tehát ahol közel van, hozzáférünk, és gyorsan tudunk reagálni rá, mert ha például rárepülünk egy célra, vagy valami ilyesmi, akkor jó jön, hogyha nem kell külön azzal is foglalkoznunk, hogy éppen most a repülőt is irányítsuk. Na. Jó, 11 kilométerre vagyunk a következőtől, mi van még? Ez a fordulatszámát mutatja éppen, azt hiszem, hogy a... Igen? Nem, az bocsánat, az itt van fenn. Ez a fordulatszáma. Ez... hőmérséklet. Majd a motornak a hőmérséklete, mind a kettőnek, jobb és bal. Külső-belső tartályok mennyisége, azt hiszem... És az összes többi dísz. Nagyjából. Ez az a kis fehér kerekizé mutatja, hogy fönn van-e, illetve hogy milyen állásban van a állásban vannak a kerekek, hogy föl van-e húzva, vagy ki van-e eresztve. Illetve ugye a visszajelzésnek itt van még ez a három darab. Oké, 15-ösre fordulunk. Három darab pöttyszerű akármi, ami azt mutatja, hogy éppen kint vannak-e a kerekek, vagy nem. Érdemes odafigyelni, mert a múltkor is ugye szép csúnyán odavágtam az orrát. Nos, mi van még? Ez, hogy ez a két gombocska azt hivatott mutatni, hogy igen. Hopp, elnyomkodtam. 15-ös, jó. Tehát ez a két gombócska azt hivatott mutatni, hogy ez milyen időközönként dobjam le a bombákat. Megint sikerült elnyomkodnom. Ó, 17 is van, úristen. Hát mondjuk 15-ösnél vagyok, tehát az annyira nem nincs már messze. Ez 30, elég gyors vagyok. Na, 16-os waypoint arra. Lejöttem egy kicsit, mert kb. Elfogyott az, amit mondhatnék. Nagyjából. Az ott a gázkar, szépen ott lehet látni, hogy mennyire van előreállítva, de azért hallani is a repülőnek a hangjából, hogy mennyire van túráztatva.
M betűvel lehet be is kikapcsolni a tükröket. A 25T-ben mind a két oldalt van egy, a 25-ben csak az egyik oldalt van. Érdemes használni őket, főleg a 25T-nél, mert gyakorlatilag elég sok olyan dolog van, amit csak innen láthatunk. Főleg, hogyha éppen menpedek ellen bujkálunk, vagy nem tudom, vadászok vannak a mögöttünk, és mi meg közben lepróbáltunk dobálni bombákat, akkor azért nem baj, hogyha tudjuk, hogy mi van, mi történik mögöttünk. És persze ilyenkor előre is kell figyelni, meg hátra is. Na. 17-eske. Kilométer, és szerintem ez már a... Igen. Ez már valószínűleg az utolsó waypoint, ahol is landolunk. Alig használtam el ebből a kerozinból. Azért gondolkozom, hogy van-e még valami. Ha ki akarunk ugrani, avagy pattintani, a Ctrl és E billentyűk háromszor egymás után lenyomásával tudjuk ezt megtenni. Ugye ez egyértelműen a LLTV pod, ami az orrában van a repülőnek. Ez a Low Light TV. Low light, tehát alacsony világítás esetén, vagy alacsony fényviszonyok esetén is működő TV. Jó. Kéne lennie itt valahol egy reptérnek. Ott van például egy. Szerintem szálljunk le oda. Megnézem, hogy ez melyik reptér. Nalcsik. Az Ü billentyű megnyomására előjön a rádió menü. Ennél a típusnál tehát a 25T-nél nincsen más, csak Easy Communication, tehát nincsen UHF, nincsen AM, FM, ilyesmi rádió. Az 5-ös ATC, F5 ATC megnyomásával a legközelebb esőt mindig benyomja, mint első kontaktnak. És azt mondjuk neki, hogy inbound, szeretnénk landolni. Azt mondja, hogy 77 irányba menjünk, 20 kilométerre, majd a 24-es. Oké. Tehát azt mondja, hogy ATC Nalcsik, ő a Nalcsik, bejelentkezik, 101-es, ezek mi vagyunk, hello, 101, én vagyok a Nalcsik. Repüljél 77 irányba, 20 kilométert. És a QFE az a magassága a reptérnek, ezt itt ebben a verzióban, ebben a simulátor verzióban nem tudjuk beállítani. A MiG-21-nél érdekes, azt hiszem a MiG-15-nél, az F-86F-nél, az A-10-nél, meg egy pár ilyen repülőnél, ahol érdekes ez a QFE magasság. 24-es runway, vagy felszállópálya. A 24 az mindig az irányát jelzi. Jó. Tehát a 24 azt jelzi, hogy ebből, ebbe az irányba, most 236-ra sikeredett, de nem baj, ha mondjuk ezt így kiválasztom,
2,35. Nagyjából 24 vagy 23,5-24. 240 irányban van a reptér. Ha mondjuk ez fordítva lenne, tehát innen kéne landolnom erről az oldalról, akkor az az 5-ös vagy 6-os reptér, vagy 6-os kifutópálya lenne. 1-0-1. Még valami a pattern altitude, az ilyen kb. 3500 láb, ami kb. 1000 méter. 1000 méteren vagyunk, akkor azt mondja nekünk a fogadó reptér, hogy jöhetünk, illetve elég közel vagyunk hozzájuk, és akkor azt mondja, hogy amit az előbb, visual, és hogy kérhetünk landolási engedélyt. Megint megnyomjuk a hosszú űt, és azt mondjuk neki, hogy request landing, az 1-es. Nальчик, 101-й, разрешите посадку. Ilyenkor még nem fog nekünk válaszolni semmit, majd ha finalon vagyunk, tehát a végső leszálló íven vagyunk, akkor fogjuk tudni. Ez a B3B, ez a... Az MPV az a waypoint, a B3B a legközelebbi reptéreket jelzi. És tudunk válogatni, ez most a 16-os, 15, ez mutatja, hogy mennyire van távol, illetve hogy hanyas a száma. A 16-os ezek szerint a Nalcsik. Jól el is vesztettem az irányt, de semmi baj. Azt mondja, hogy arra van. Jó. Én hiszek neked. Hát vagy nem. Annyit beszéltem, eltévedtem. Simán elrepültem mellette, semmi baj. Szerintem pont mögöttem van. Mert az előbb is ezt mondta, hogy erre menjek. Hát kérjünk tőle az azimutot. Az a hármassal. Nalcsik, 101-i, Priboj. Megkérhető, amikor is megmondja nekünk, hogy hát... 1-0-1. Erre is erre megyünk. És ez meg 2,35 irányban van a leszállópálya. Tehát biztos, hogy meg kell fordulnom. Megnézhetném az F10 mapot, hogy hol vagyok, és mint kicsit kezdőknek azt mondom, ami ajánlom is, tehát én most itt vagyok, és ide kéne jutnom. Van ez a kis ruler, az a neve. Ha ezt bekapcsolom, akkor jobbklikkel tudok, ahonnan akarom jobbklikkel be tudom mérni, akár egész mapon keresztül is, hogy hova megyek, és jobb klikkel ugyanúgy le tudom rakni. És akkor meg tudom nézni, hogy egy, milyen távolság, kettő, milyen irány. A HDG az mindig a heading, ez az iránya a dolognak. Tehát 242 irányba kéne fordulnom, és 17 kilométerre van. 16,4, ott is írja. És 242 irány, ugye? 210, 220, 230... 2.42. Kéne látnom a repteret, de mégsem látom.
az lenne az ott hátul. Ja, ott van. Elbújtak a fák mögött. Elrejtették a repteremet. Na mindegy. Szóval, 1000 magasság. Kb. És azt mondjuk neki, hogy szeretnénk landolni. Ugye, ahogy kiereztem a fékeket, egyébként a default azt hiszem, hogy B, talán, mint brakes. De nagyon rosszul jöttem erre, azt a mindenit. Nem baj. A flapeket teljesen landolós állapotba teszem. Jó, hát ezt megyünk még egyszer. Ezt nagyon elszúrtam. Többek közt azért is, mert túl gyorsan jöttem, túlságosan magasan, túlságosan azt sem tudtam, hogy hol vagyok. És azt is mondja nekünk, hogy menjünk innen, mert éppen foglalta a leszállópálya. Azért, mert hülye voltam és nem tudtam, hogy hogy kéne. Úgyhogy hol van a leszállópálya. Háromszáz alatt nem nagyon szeret repülni. Túl. Csak akkor zuhanóba megy át. Viszont 300 körül kéne landolni vele. Mert az úgy nagyjából szép. Lehet gyorsabban is, ha az ember ki tudja fentízni. Én, mint ahogy lehetett látni az előbb, nem tudtam. Mondjuk az előbb több mint 600-zal jöttem be. Tehát azért az eléggé nagy különbség. Na, akkor még egyszer. Нальчик, 101. Разрешите посадку. Villog is ilyenkor, amikor egy kicsit lassabban megyünk, hogy egy kerék, két kerék, három kerék. A közepén villog az a piros pötty, az azért villog, mert szeretné, ha kinyitnám a kerekeket, olyan lassan megyek. Mert elég valószínű, hogy akkor én vagy landolni szeretnék, vagy már a földön vagyok, mert olyan lassan megyek, hogy hihetetlen. Jó, még egy kicsit lassítunk. Még egy kicsit csökkentünk a sebességen. Belehúzunk egy kicsit, és akkor biztos, hogy jó lesz. Túlfutottam, persze. Mert itt ezen nincs jeles, meg semmi ilyesmi. Vigyázzunk az épületre az elején, a dolognak. Hű, de szar vagyok én ebben. Nagyjából eltaláljuk az öt kifutót, az már jó. És még lehet, hogy... Aha. Van parasútom? Van. Azt hiszem. Ja. Igen, ez van, amikor nem oda néz az ember, ha hova megy. Igen.
A landolást még gyakorolnom kell egy kicsit, azt hiszem. Meg az is lehet, hogy majd legközelebb úgy landolok, hogy előbb leszállok, és utána mondok dolgokat. De a lényeg az, hogy a P betű megnyomásával ki tudom ereszteni a fékernyőket, amik ugyan lelassítanak, és hogyha odafigyelek időben, hogy megnyomjam azt a P betűt, akkor valószínűleg nem történt volna ez. Mert akkor megállok előtte. Illetve ugye a W gombbal... Ja igen, és nem árt, hogyha ugye ilyenkor levesszük a gázt, kiengedjük a fékeket, és kikapcsoljuk a motort, hogyha ha már ég az egész gép, akkor ne robbanjon be. Na hát remélem tetszett. Aztán majd a következőnek szerintem a lézer irányított rakétákat fogom átvenni, és akkor azzal megyünk tovább.